a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének fogom moderálni a 216. rendezvényét. Ezt a sorozatot 1997. januárjában kezdtem szervezni. Ebből az látszik, hogy nem kampányeseményről van szó, de ugye 17 év alatt többször előfordult, hogy kampányidőszakra esett a kerekasztal beszélgetés. Ez történik most is. A kerekasztal beszélgetésekről annyit szeretnék elmondani, hogy nagy az érdeklődés irántuk, így a rendezvénysorozat 18. évében is. A 2012-ben meghirdetett, újra hirdetett kerekasztal beszélgetésekre semmi perc alatt elkelt a 15 hely. Egy parlamenti munkám mellett évente 15 városba látogattam el, de következő semmi perc alatt elfogyott a következő évi, tehát a tavalyi 15 hely is, és a 2014-re mintegy 5-6 város jelentkezett, hát azóta ez feldúzott természetesen 13 városra. Nagyon örülök az érdeklődésnek, hiszen ugye a kész szervezetek hívják ezt a kerekasztal beszélgetést szerte az országban általában, de mindenféle civil szervezet meghívására is elmegyek, és tartunk kerekasztal beszélgetést. Természetesen számos városban sokatszor jelentem már meg, Paksot szoktam, most ugye egyébként is divatos város, Paksot szoktam emlegetni. Paksra az ősszel 6. alkalommal mentem el, és a 6. alkalommal is ugyanúgy, ahogy mondani szokták, csilláron lógtak az emberek, mint a legelső alkalommal 1997-ben. Azért örülök ennek az érdeklődésnek, mert azért mégiscsak üzen egy olyan, ad át egy olyan üzenetet, hogy ezek a kerekasztal beszélgetések a rendezvénysorozat 18. évében is hitelesek. Hitelesek, ezekben az igazságot képviseljük, mondjuk ki. Persze egy keresztény szervezettől ez a minimum, ami elvárható, hogy az igazságot képviselje és mondja. Hát ki mondjuk, mert Vétkesek Közcinkos, aki néma, és nem rébuszokban beszélünk, hanem egyértelműen, ahogy a Szentírásban Jakab apostol mondja, hogy igenléstek legyen, igen, tagadástok nem, különben ítélet fog sújtani titeket. És bátran képviseljük az igazságot, bárkinek tetszik, bárkinek nem, hiszen a bátorság sarkalatos keresztény erény, és 6. Pál pápa mondta, hogy enélkül nincs keresztény élet. A kerekasztal beszélgetések címe természetesen a 17 év alatt, ugye 18. évről beszélek, mert januárban kezdtem, most januárban a 18. éve, tehát az elmúlt 17 év alatt is az aktualitásoknak megfelelően változott, és most azt a címet adtuk, aktualitásnak megfelelően, bár még egyszer mondom, hogy nem kampányrendezvény, de kampányidőszakban is megtartjuk, és az aktualitás most éppen a választás. Tehát az a címe, hogy döntsünk a jövőnkről, és egy katolikus papköltő, Ki hegyre megy című versének, a Puszta Sándor Ki hegyre megy című versének az utolsó 4 pici sora, mégse engedj, Uram, félúton megállni. A döntsünk a jövőnkről, ez egy nagyon fontos felhívás, és ezt a kötelességünknek is érezzük, hogy embertársainkat figyelmeztessük erre. De hát ki tud dönteni felelősen a jövőjéről? Az, aki a múltját pontosan ismeri, és a múltban megtapasztaltakat beépíti a döntésébe. Azt mondtam, hogy az igazságot kimondjuk bátran. Hát igen, aki nem fogja elfelejteni, hogy 2002-ben ugye az MSZP Lendvai Ildikó hangjával megígérte, hogy nem lesz gázáremelés, és hogy lassan mondja, hogy mindenki megértse, hogy Orbán Viktor is megértse, nem lesz lakossági gázáremelés. Aztán 8 év alatt 3-szorosára emelték, és összesen 15-ször emelték. Tehát ezt soha nem szabad elfelejteni embereknek. De van egy másik történet is. 2005-ben a Gyurcsány kormány
törvényt hozott, lege artis, szabályszerűen, ahogy annak útja módja van, törvényt hozott az adócsökkentésről. 2006-ban, amikor kormányra kerültek, annulálták ezt a törvényt, és adóemelésről hoztak egy törvényt. És amikor 2006-ban Kunce Gábort jobboldali elhajlással nem vádolható 168 óra meginterjú volta, akkor a újságíró azt kérdezte, hogy a szavazók úgy élik meg, nekik kell megfizetniük, mert ugye, hogy az adókat nem csökkentették, hanem az új törvényt emelték, a szavazók úgy élik meg, nekik kell megfizetniük Orbán Viktor legyőzésének árát. És mit mond erre Kunce Gábor? Azt mondja, ha Gyurcsány azzal kampányol, hogy adóemelést hajtok végre, ha nagyon őszinte, amit számon is kérnek rajta, 100%, hogy elbukik. Tehát a kampányban, ezt nem mondta, csak én teszem hozzá ennek a konklúziója, kampányban nem lehetünk őszint, kampányban hazudni kell. Ez nem? Hát teljes egészében erről szól ez a mondat. Mert mit így folytatja Kunce Gábor, nem tartunk ott, hogy az őszinte beszédet a közönség honorálja. Az SZDSZ néha próbálkozott ilyesmivel, nem is nyertünk választást. Tehát ezt a interjút osztom is majd a tisztelt hallgatóságnak, tanulmányozzák át, és ne felejtsék el, hogy nem lehetnek őszinték a szocialisták és szabaddemokraták, ugye már megszűnt, de hát azért Kunce megint ott van a szocialisták körül sertepertél, indul a választásokon, tehát nem szabad elhinni egyetlen egy ígéretüket sem. Ez egy nagyon fontos tanulság. A másik, hogy a címnek a másik fele, mégse engedj uram félúton megállni. Igen, félúton vagyunk. A Magyarország átalakítása, hiszen államcsőd szélén állt Magyarország. Bizony sok áldozatot követett, mi ezt nem tagadjuk, mert a nagy ellátórendszerek átalakítása mindig áldozatokkal jár. De a harmadik évben megkezdődtek azok az intézkedések, amelyek az emberek mindennapjait könnyítik, anyagilag javítják. Természetesen nem jutottunk oda, hogy az összes jóléti intézkedést, ami a tarsolyban van, megvalósítsuk. És ennek magyarázatára majd a rendezvényen is, önöknek is elmondok 5 számot. 2002-ben, igen, mindig előre bocsátom, hogy van egy munkamegosztás a szocialista kormány, a szocialisták és a Fidesz-KDNP kormány között. A szocialisták fölveszik az IMF-hitelt, a Fidesz-KDNP törleszti az IMF-hitelt. Hát így volt ez az első Orbán kormány alatt is. Kifizette az első Orbán kormány is az IMF-hitelt, meg hát így tudjuk a másodikat is. Tehát kifizette az első Orbán kormány is az IMF-hitelt, és akkor maradt a kormányváltáskor 8000 milliárd forint államadóság. 8000 milliárd, és ez a GDP-nek akkor 53%-a volt. 8000-ből 8 év alatt a szocialisták 21,5 milliárd forint adósságot csináltak, ami a GDP 82%-a volt. De van egy nagyon fontos mutatója még ennek az anyagi helyzetnek, és ez a évi kamatteher. 500 milliárd forint volt az évi kamatteher az első Orbán kormány alatt, 500 milliárd. 2010-ben, mikor visszavette Orbán Viktor a kormányzást, 1300 milliárd. A különbség egyszerűen kiszámítható 800 milliárd. És mennyi ez a 800 milliárd? Ez annyi pénz, hogy ebből évente 20, azaz 20 vadonatúj Dunahidat lehetett volna felépíteni. Persze nem erre fordította volna az Orbán kormány ezt a 800 milliárd forintot, de el lehet képzelni, ha ez sikerül egészségügyre, oktatásra, vállalkozások támogatására, fogyatékos ügy, szociális területet, hadd ne soroljam, fordítani, akkor most hol tartanánk, és nem biztos, hogy azt mondanánk, hogy félúton vagyunk. Hát ezért nem sikerült 4 év alatt minden jóléti intézkedést foganatosítani. A vendégeimtől pedig elmondom, hogy mit fogok kérdezni.
és én kérem, hogy röviden válaszoljanak, nem mondják el az előadás teljes anyagát. Karcsak szülöttétől, Fodor Csaba, a politológushoz. Igen. Igen. A Nézőpont Intézet munkatársától követ három kérdést fogok föltenni. Európai parlamenti választások is lesznek májusban, mint tudjuk. És hát Széchenyi István azt mondta, hogy akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derékember. És megkérdezem, hogy vajon mit tette a magyar szocialista európai parlamenti képviselők Magyarországért? Válaszolok, semmit, de megtámadták hazánkat. És erre elmondom az egyik esetet, hogy 2012 januárjának végén, februárjában Tabajdi Csaba és Göncz Kinga kezdeményezői voltak egy olyan előterjesztésnek, hogy az Európai Parlament marasztalja el Magyarországot az itt folyó politikai események miatt. Ne felejtsük el, hogy 12. január 1-én lépett életbe az új alkotmány. És mivel a jobboldali Európai Néppártnak nincs meg az abszolút többsége, bár a legnagyobb frakciója van, ezek a szocialisták összefogtak a kommunista frakcióval, liberális frakcióval, zöldekkel, és megszavazták, hogy az Európai Bizottság marasztalja el Magyarországot az itt folyó politikai események miatt. A második a Tavares jelentés volt, amit persze nagyon fölháborodtunk, hiszen tele volt hazugsággal, rágalommal, magyar emberek sírtegetésével, ha valami fogalmaznom, és azonnal reagált a miniszterelnök úrunk is, és következő nap pedig a magyar parlament. Föl voltunk háborodva. Hát persze, hogy miket hírnak le. És ugye azon is, hogy a négy képviselő, magyar, szocialista képviselő megszavazta. Aztán pár nap múlva kiderül, hogy persze, hogy megszavazták. Hát ők írták. Ez volt a másik orbitális támadás Magyarország ellen. Az Európai Parlamentben ülő szocialista képviselők részéről. A harmadik hát itthonról indul, és Mesterházi Attilához kötődik. November 11-i parlamenti ülésen bejelentette Mesterházi, hogy följelenti Magyarországot, följelenti a magyar kormányt az Európai Bizottságnál, mert az E.ON gázüzletágát sokkal drágábbért vásárolta vissza, mint amennyit ért, és följelentette. Hogy is mondta Széchenyi István, hogy aki nem fogja pártját nemzetének, nem derékember, de itt nem arról szól a történet, hanem arról, hogy ők maguk támadták meg Magyarországot, és ez bizony az én olvasatomban egyenlő a hazaárulással. A kérdésem pedig úgy fog szólni, hogy az Európai Unió történetében volt-e bármely ország részéről hasonló hazaáruló történet. A második kérdésem pedig a baloldalon zajló esemény sorozatokkal kapcsolatban van, hogyan értékeli egy politológus, hogyan értékeli a gyűlöletkampányt, gondoljuk a szoborköntésre, hogyan értékeli a hisztériakeltést, Paksot, amit ők is ugye 2009-ben megszavaztak, és hogyan értékeli azt a hazugság áradatot, ami nap mint nap elhangzik. Olvasom, hogy a Gyedekstrát ők találták ki 2006-ban, hát én 2006 óta a Szociális Bizottságban dolgozom, még gondolati szinten sem jutott eszükbe, hogy ilyen létezhet, nem gyakorlatban. Meg hogy a minimálbér kevesebbet ér, mint 2010-ben, táblázatot hoztam, ellenőrizhető. Osztom majd az embereknek, a hazugság, szentelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, ugye, hogy a költőt idézzem. Tehát mit szól ehhez a hazugságára, gyűlölet a kampányhoz, hisztériakeltéshez? Aztán hogy értékeli, hogy ahogy nyilatkoznak most például Simon úrral, egy eltársal kapcsolatban? Hogy látja ezt egy politológus, és milyen kampányt vizionál? És a harmadik kérdésem, hát persze, hogy a közvéleménykutatás, mit mutatnak a közvéleménykutatási eredmények?
Államtitkár úrral, úrtól pedig a következőket fogom kérdezni. Ugye a miniszterelnök úr mindenféle fórumon és számtalanszor kinyilatkoztatta, hogy a magyar kormány keresztény és magyar értékek iránt elkötelezett. Barankovics István, a kereszténydemokrata párt megalkotója, a modern európai gyökerekből táplálkozó kereszténydemokrácia megalkotója azt mondta, hogy a keresztény világnézet számunkra emberközpontú politikát jelöl ki, a teljesebb embereszmény megvalósulásán munkálkodunk, másrészt a közéletben standard erkölcsi mércét adunk. Én azt kérdezem az államtitkár úrtól, hogy hogy valósult meg ez az emberközpontű politika a társadalom legkisebb egységének, a családnak, a családok támogatásának, családok számára, tehát a családok támogatásával, hogy valósult meg az emberközpontú politika a devizahitelesek számára, és hát az állampárti múlt áldozatai számára. A másik, kérdésem másik fele pedig úgy szól, hogy mindezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban mit várhatnának a magyar családok, a devizahitelesek és az állampárti múlt áldozatai egy Gyurcsány Bajnai mesterházi kormány esetén. Hát Kövér László házelnök úr kérdéseit most én elmondom röviden, azért, hogy biztassam önöket, hogy jöjjenek be a rendezvényre. Havel, a cseh köztársasági elnök mondta, akinek egy olyan európai gondolkodó volt, akinek a mondataira a világpolitika is odafigyelt. És azt mondta, hogy a kommunizmus után egy második rendszerváltásra van szükség. Meg kell buktatni a kommunizmus megbuktatása után a posztkommunizmust is. A szovjet, nem orosz, szovjet táborországaiban. Márpedig mi ide tartozunk, szovjet táborországaiban. És azt kérdezem, hogy szerinte a demokrácia leplébe bújtatott posztkommunizmust meg lehet-e Magyarországon buktatni? Ez lesz az elnök úrhoz az első kérdésem. A második, ugye azt mindenki tudja, hogy Magyarország átalakítása, két lehetőség volt Orbán Viktor, vagy államcsődöt jelent, vagy megkezdjük az ország átalakítását. Megkezdtük, hatalmas nemzetközi támadások keresztüzében történt mindez, és mikor legutoljára volt velem pár hete, akkor azt kérdeztem, hogy várhatók-e ezek a nemzetközi támadások, várható-e a felélénkülés, de most már tényként tudjuk, ugye, hogy a harmadik rezsicsökkentés miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárással fenyegette meg Magyarországot, és ugye az másút is van hatósági árszabályozás, és azokban az országokban az Európai Bíróságtól várja majd az Európai Bizottság azt a döntést, hogy tiltsa meg az országoknak, a kormányoknak, hogy javítsák vagy csökkentsék az emberek rezsiterheit. Hogy értékeli az Európai Unió hozzáállását, az Európai Bizottság hozzáállását, ezt fogom kérdezni, és hogy számít egyáltalán az Európai Bizottságnak az európai polgárok sorsa, élete, életminősége. Persze nem kell külföldre menni, ugye, amikor támadást keresünk, itt vannak a saját ellenfeleink, egy nagyon jó témát találtak, a paksi atomerőmű bővítésének témáját, és azt fogom kérdezni, hogy hogy látja, hogy Mesterházinak paks lesz-e a Orbán Viktorral szembeni témája a kampány, a fegyvere a kampányban, és hát vajon miért is szavazta, vagy miért is támadja, amikor 2009-ben ő is megszavazta azt a határozati javaslatot, amelyben az volt, hogy fölhatalmazzák, a parlament fölhatalmazza mindenkori kormányokat a bővítés előkészítésére és megkezdésére. Erről is hoztam dokumentumot, és ezt is fogom osztani az embereknek. És hát ezzel kapcsolatban, ugye mondják, hogy felmondanák a szerződést, tényleg mire lehetne számítani egy szocialista kormány esetén a Pakssal kötött államközi szerződéssel kapcsolatban. A negyedik kérdésem pedig
amikor a 2010-es választások előtt szerveztem a kerekasztalokat, és elnök úr volt a vendégem, ő is ott volt, de minden rendezvényen legalább 3-4-5-en kérdezték, hogy lesz-e elszámoltatás. És akkor mindig azt mondta az elnök úr, hogy igen, lesz alkotmányos jogállami keretek között. Most meg azért számtalan helyen kapjuk meg a kérdést, hogy hát igen, megígérte a Fidesz az elszámoltatást, és hát ez nem történt meg. Vajon miért elégedetlenek? És megkérdezem a elnök úrtól, hogy most mit üzen az elégedetlenkedőknek. No, ezek lesznek az én kérdéseim, és akkor én kérem, hogy röviden válaszoljunk, mert ugye az előadást nem akarjuk el, teljes anyagát nem akarja egyik vendégem sem elárulni. Hát nagyon röviden akkor a közvéleménykutatásokról beszélnék néhány szót. A Nézőpont Intézet legutoljára 14. január 20 és 25-e között végzett egy szokásos 1000 fős telefonos közvéleménykutatást, ahol azt az eredményt kaptuk, hogy 68%-os becsült választási részvétel mellett 46%-ot kapna a Fidesz a választási részvételüket biztosra ígérő aktív szavazók megkérdezése alapján. Ez egy komoly előny az ellenzéki pártokhoz képest, és hogyha megpróbáljuk ezt parlamenti mandátumokká alakítani, azt lehet mondani, hogy noha a kétharmados többség nem lenne meg egy most vasárnapi választáson, de egy erős többséget szerezne a Fidesz-KDNP. Ugyanakkor elengedhetetlen a feltétel az persze, hogy a kormánypártok ténylegesen mobilizálják is a szavazóikat, hiszen hogyha a Fideszes szimpatizánsok azt érzik, vagy azt érzékelik, hogy ez a választás már egy tét nélküli lefutott küzdelem, akkor könnyen előfordulhat, hogy otthon maradnak a döntő pillanatban, nem adják le a szavazataikat, és egy 2002-eshez hasonló helyzet alakul ki, ahol egy nagyon szoros választási eredményt értek el az akkori jobboldali és baloldali pártok, tehát egyértelműen fontos, hogy vannak ugyan olyan közvéleménykutatások, egyébként nem csak a Nézőpont kutatásai, amelyek komoly fideszes előnyt jeleznek előre, de hogyha a fideszes hívek úgy érzik, hogy ez már egy tét nélküli küzdelem, pusztán azért, mert a baloldali ellenzék gyengélkedik, és nem mennek el szavazni a döntő pillanatban, akkor egy komoly hibát vétenek el, komoly hibát követnek el, másrészt pedig a kormánypárt is komoly hibát követne el akkor, hogyha elbízná magát pusztán a közvéleménykutatási eredményekre hagyatkozva. A közvéleménykutatásban Paksot is, a Paksi bővítés megítélését is megkérdeztük az emberektől. Mi úgy látjuk, hogy Paks nem jó kampánytéma a baloldali ellenzéknek, hiszen a baloldali szimpatizánsoknak a relatív többsége szintén támogatja a Paksi bővítést, a baloldali összefogás szimpatizásainak abszolút többsége pedig azt is támogatja, hogy Magyarország és Oroszország fűzze szorosabbra a gazdasági kapcsolatait. Éppen ezért állítjuk azt, hogy nem jó kampánytéma az ellenzéknek Paks, hiszen láthatóan megosztja a saját baloldali táborokat is a Paksi bővítésnek a kérdése. Azzal együtt persze, hogy a teljes lakosság abszolút többsége támogatja a Paksi beruházást. 1966 óta jelen van Paks a magyar emberek köztudatában, jelen van több évtized óta a nukleáris energia Magyarországon, nem egy új keletű ügyről van szó, a választók is teljesen racionálisan mérik fel, hogy a korábbi kormányzati időszakban már megkezdődött az előkészítése ennek a beruházásnak, még szorosabb határidőn belül bővítették volna, duplázták volna meg a Paksi erőműnek a kapacitását, tehát összességében nem egy jó kampánytéma az ellenzék számára a Paksi bővítés. Egyébként pedig a baloldali ellenzék láthatóan nem találja a kapcsolódási pontokat a társadalommal, elveszítették a kapcsolataikat a magyar emberek hétköznapi problémáival. Nincs erős vezetője a baloldali szövetségnek, hiába hívják formálisan Mesterházi Attilának a baloldali lista vezetőjét. Pontosan lehet azt tudni, hogy minden baloldali vezető a választás utáni időpontra készül. Gyurcsány Ferenc láthatóan minden egyes Mesterházi által elkövetett taktikai hibának örül. A választások utára készülnek, és valójában lélekben, mintha már fel is adták volna ezt az idei parlamenti választást. Röviden ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, én is igyekszem minél rövidebben, hiszen lassan elkezdjük odafönn a kerekasztal beszélgetést. A három téma közül, amiket Lancsember Ferenc képviselőtársam felvázolt,
ugye a családpolitikai intézkedések, devizitelesek és a elmúlt rendszerrel kapcsolatos jóvátétel és történelmi igazságtétel. Még egyébként mindenkinek csak egy-egy gondolatot mondjak el. A családokkal kapcsolatban sokszor szokás mondani, hogy ugye egy kulcsos az az arányos adórendszer, amit a Fidesz-KDNP bevezetett, hiszen 16%-ot kell mindenkinek fizetni. Ugyanakkor, hogyha nem csak a bevételi oldalt nézzük, hanem azt is, hogy ki az, aki csak önmagáról gondoskodik, és ki az, aki másokról is gondoskodik, akkor rögtön láthatjuk, hogy ez az adórendszer bizony több kulcsos, hiszen csak azoknak kell 16%-os személyi jövedelemadót fizetni Magyarországon, akik nem gondoskodnak más kiskorúnak az eltartásáról. Akiknek azonban van egy gyerek, azoknak nyilván kisebb, hiszen valamennyivel kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek. Akinek már két gyerekük van, még több kedvezményt élveznek, tehát még kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek. Három gyereknél pedig könnyen lehet, hogy már nulla kulcsossá válik a személyi jövedelemadó számukra, hiszen nem kell egy által keresettő három gyerekes családnál esziát fizetni, sőt, ugye idén január 1-től a járulékokra is kiterjed, mint az egészségügyi, mint a nyugdíj járulékokra ez a könnyebbség. Tehát elmondhatjuk, hogy a mostani adórendszer is több kulcsos, csak nem a bevételi oldalon több kulcsos, ott arányos, hanem a eltartott oldalon van tekintettel arra, hogy ki hány ember tart el, és így elmondhatjuk azt, hogy egy családi alapon több kulcsos adórendszerrel beszélhetünk. A devizetelesekkel kapcsolatban, ugye az emberközpontúságot jelölte meg a képviselőasszony, mint fontos szempontot. Ha megnézik az elmúlt 25 év történetét, akkor láthatják, hogy melyek azok a kormányok, akik a bankokat akarták konszolidálni, és kik azok, akik az adósokat akarták konszolidálni. Nagyon sok körös bankkonszolidációkat hallhattunk. Legutóbb az IMF hitelből konszolidálták a bankokat, a Gyurcsány-Bajnai korszakban, amikor a felvett hitel egy részét rögtön két kereskedelmi bank kapta meg. Ez a kormány viszont a végtörlesztésű árfolyamgáttal, eszközkezelővel, Ócsai lakóparkkal pontosan az adósokat próbálta konszolidálni. A mai nap legfontosabb híre szerintem teljesen aktuálisan a luxemburgi Európai Bíróság, az Európai Unió Bíróságánál a főtanácsnoki vélemény, amely az eljárásnak egy fontos része. Ugye itt korábban volt egy kereseti kérelem, amit beadtak, itt a tagállamoknak is nyilatkozni kellett, és elmondhatjuk, hogy a korábban Magyarország által kifejtett érvelésnek az iránya, az utána következő bizottsági vélemény, és most a bíróság főtanácsnokának a véleménye ugyanabban az irányban mutat, mint sok más beavatkozó államnak is a véleménye, nevezetesen, hogy igenis a tisztességtelenség feltétele olyan alapvető követelmény, pontosabban a tisztességesség betartás és a tisztességtelen kikötéseknek a kérdéskör olyan alapvető része a szerződéseknek, amelyik igenis vizsgálható a tagállami bíróságok által. Éppen ezért tehát mind az eredeti kereset, mind a magyarországi nemzeti álláspont, mind az Európai Bizottság véleménye ebben a jogi eljárásban, mind pedig most a bíróság főtanácsnoki véleménye is abban az irányban mutat, hogy igenis a kúriának minél hamarabb vizsgálnia kell, hogy tisztességesek voltak-e az egyoldalú szerződés módosítása és főleg az árfolyamrésre vonatkozó feltételek. A kúria korábbi döntésében pont ennek az előzetes döntésnek a függvényében mondta, hogy el fogja bírálni ezt a nagyon fontos kérdést a devizetelezéssel kapcsolatban. Ha az Európai Bíróság, az Európai Unió Bíróságának gyakorlatát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ezután a főtanácsnoki vélemény után az ügy bonyolultságától is függően 1-6 hónap, ameddig megszületik a végső döntés, de azt láthatjuk, hogy nagyon nagy valószínűséggel, mivel minden eddigi megszólaló abban az irányban mutatott, hogy igenis vizsgálni lehet és vizsgálni kell a tisztességesség követelményét, alapvető szempont a devizétel szerződéseknél, ennél a konkrét esetnél is. Éppen ezért láthatjuk, hogy a kúriának egyre inkább sürgető szüksége lesz, hogy ebben ment a magyar kúriának, ugye kúriának hívják ezt a bíróságot is szaknyelven, de hogy idehaza ezt a kérdést minden hamarabb vizsgálnia kell. Ekkor lesz tehát olyan helyzet, amelyben pontosan lehet látni, hogy egy mentőcsomagi beavatkozó csomag pontosan hol kell, hogy segítsen a devizételeseken, de elmondhatjuk, hogy nincsenek kiszolgáltatva addig sem a devizételesek, hiszen az árfolyamokat mindenkinek lehetőséget nyújt arra, hogy ne a megugrott, hanem a fizethető törlesztő részleteket kell hónapról hónapra átutalniuk a banknak, és amikor a végső mentőcsomag az utolsó csoporton is segíteni fog, akkor nyilvánvalóan abból az árfolyamokába belépők sem lesznek kizárva. Köszönöm szépen, ennyit kívántam mondani. Igen, elnök úrnak a kérdései, tehát a még egyszer ismételve, hogy a posztkommunizmussal kapcsolatban, a nemzetközi támadásokkal kapcsolatban ez Európai Bizottságnak számítanak-e. A
az európai polgárok, aztán az elszámoltatás, ugye, hogy most az a kérdés, hogy miért nem számoltatunk, vagy nem látják az emberek az elszámoltatást, és igen, a Pakssal kapcsolatos támadásokat a baloldalnak. Ezekkel kapcsolatosan lesznek a kérdések, én már itt elmondtam. De most nem kell válaszolni rá. Hát, hogyha van kérdés, ha nem, akkor végighallgatják majd az urak a rendezvény. Vagy van kérdés? Elszámoltatásról kapcsolatban ehhez a kérdéshez kapcsolódnék, hogy ha erre a kérdésre válaszolna a házelnök úr. De akkor tessék, inkább akkor. Jó, akkor. Nekünk egy karcagi jellegű kérdésem lenne a Karcag Televízióban, mint politológust kérdezem. Mi itt meglepődtünk Karcagon azzal kapcsolatban, hogy volt nekünk itt egy képviselő jelöltünk, egy listás képviselőnk, Vadai Ágnes. Mit szól hozzá, hogy ő most nem itt méretteti meg magát? Erről mi a véleményünk mint politológusnak? Hát, hogyha több helyi választáson is leszerepel egy ember, akkor nyilván racionális az, hogyha úgy gondolja, hogy az ő politikai hátországa mondjuk nem azon a településen, vagy nem azon a környéken van. Ezzel együtt is nyilván a helyi baloldali közösséget alapvetően elképzelhető, hogyha nem is osztotta meg az a kérdés, de legalábbis kérdőjelek elé állította, hogy egy korábban szocialista, ma már Gyurcsány Ferenc pártjához tartozó képviselő mennyire nem érzi magáinak azokat a helyi értékeket, amelyek mondjuk a helyi baloldali közösségnek is fontosak lehetnek. Ha jól emlékszem, a számokra körülbelül 1400 ügyben indult vizsgálat különböző kormányzati szervek részéről a 2010-es kormányváltás követően, és ebből most a többi számot, ami a kettő között van, nem idézném, de kevesebb, mint 10 ügy jutott el bírósági szakig, és mindössze néhány tucat embert vádoltak meg valamilyen visszaéléssel. A kettő között egy óriási különbséget részben az magyarázza, hogy nyilván a megvizsgált ügyeknek egy jelentős része az maga a vizsgálat végző ember, vagy szervezet mondjuk a KEI szempontjából is törvényesnek tűnt. Egy másik részükben eltűntek a bizonyítékok, tehát még mielőtt kormányra kerültünk volna, ezek egy jelentős része eltűnt a normális helyéről, és hát nyilvánvalóan az ügyek egy jelentős része azért akadt el, mert nehéz jogi értelemben is releváns bizonyítékokkal körülírni egy olyan cselekményt, amit a köznapi ember tisztességtelennek gondol, de a bíróság előtt súlyos konkrét bizonyítékokkal kell alátámasztani. Főleg akkor, hogyha figyelembe veszük, hogy jól képzett jogászok hada dolgozott ezeken az ügyleteken, és Walter úgymond a szálakat, és ehhez képest mondjuk a felderítés oldalán sokkal kevesebb és talán rosszabbul is képzett nyomozótisztek álltak. Sok esetben volt probléma a vádiratok összeállításának a szakmaiságával is, de az utolsó állomás, az igazságszolgáltatás utolsó állomása a bíróságok előtti eljárások is jó néhány kérdést tettek fel az elmúlt hónapokban. Olyan ítéletek is születtek, amelyek kifejezetten még a laikus közélemény érzékenységét is erősen borzolták, amikor azt lehetett tapasztalni, hogy a bíróságok egy némelyike nem, hogy igazságot szolgáltatna, de még sokszor a jogot is meglehetősen kreatívan értelmezi a terveknek javára. Most nem szeretnék itt sok konkrét példát mondani, de mondjuk a tábornok perben született felmentő ítéletek, azok pont ebben a kategóriában sorolhatók, ahol a beismerő vallomások dacára történt meg az összes vádlottnak az első fokon történő felmentése. Tehát mindent egybevetve én azt gondolom, hogy amit a kormány megtehetett, mert ugye az elégedetlenség ugyanakkor a kormányon a Fidesz-KDNP pártszövetségen csapódik le, amit a kormány megtehetett, azt megítélésem szerint megtette. Én mentségünkre legyen szó a 2010-ben a kampányban is, akkor hasonló gyakorisággal felvetődő
kérdésekre azt a választ, azt a várakozásokat mérséklő választ adtam, hogy minden ilyen elszámoltatás csak a jogállami keretek között történhet meg természetesen. És ezzel a jogállami keretek, még hogyha nem is tökéletesen működik a jogállam, ezeknek a fönntartása mindannyiunk érdeke, mert hiszen ez a demokrácia legyen értékű, tehát abban az esetben, amikor ezeket a kereteket szétveszítik, és mondjuk volt erre törekvés éppenséggel, gondoljuk csak a 2006-os utcai demonstrációk rendőri szétveretését, meg a rendőrök által végrehajtott utcai embervadászokat követő bírósági eljárásokra. Hát amikor megtapasztaljuk ezeknek a jogállami kereteknek a meglazulását, akkor értékeljük csak igazán, hogy ez a jogállami keretek mégiscsak működik. És sajnálatos módon a igazságot kereső, vagy igazságszolgáltatást váró közvélemény számára talán nem működik elég hatékonyan, de ehhez megfigyelembe kell venni azt is, hogy 1990-ben a legkevésbé az igazságszolgáltatást érintette a rendszerváltozás. Tehát gyakorlatilag semmilyen személycsere, semmilyen felelősségre vonás a korábbi rendszer kiszolgáló bírálkügyészek körében nem történt. Ez a bírói kar termelte ki az elmúlt 20 évben is a maga utánpótlását, és szocializálta azokat a fiatalabb jogászokat, akik az elmúlt időszakban bekerültek a rendszerbe, tehát a szemléletváltozásra, hogy finoman fogalmazzak, arra jó ideig várni kell. És a következő tényező, amit mindig el szoktam mondani ilyen fórumokon, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy bármelyik alrendszerre a magyar társadalomnak, legyen szó az egészségügyről, az orvosainkról, a pedagógusokról, a futballistáinkról, vagy a politikusainkról, vagy éppen a bíróinkról, azok hát több fejjel ki tudnak lógni az átlagból. Tehát a magyar társadalom általános közállapotait mutatja megítélésem szerint az igazságszolgáltatás is. Az elégedetlenség ebben az értelemben nem indokolt. Tehát nem indokolt a tekintetben, hogy a kormány, ameddig az ügyek az a saját hatáskörébe tartoztak, tehát a felderítő hatóság elszámoltatási kormánybiztosok tevékenysége, vagy a KEI tevékenysége, vagy a minisztérium irányítás alatt működő rendőrség, nyomozati szerv kezében voltak, addig tud csak felelősséget vállalni ezeket az ügyekért. Abban a pillanatban mihelyt a parlamenttől, a pártoktól és a kormánytól független ügyészség, mint nyomozati szerv, vagy válthatóság, illetve a független bíróság kezébe kerülnek az ügyek, onnantól kezdve nagyon helyesen nincsen semmilyen befolyásunk ezekre az ügyekre. Ott azok az ítéletek születnek, amelyek születtek. Talán a tekintetben kéne a jövőben komolyabban elgondolkodnunk mindannyiunknak az igazságszolgáltatás tekintélyének a megőrzés érdekében, hogy ezeket az ítéleteket, ezeket az eljárásokat ne a politikusoknak kelljen a közvélemény nyomására minősíteniük, hanem legyen egy olyan az ítélkezési gyakorlatot kísérő és értékelő szakmai közvélemény, amelyik igenis ki tudja szűrni azokat az ítéleteket, illetve azokat az ítélkezőket, amelyek és akik azért, hát hogy mondjam, jogosan mozolják a átlag jogérzékkel rendelkező polgároknak az idegeit. Köszönjük szépen az érdeklődést, és megkezdjük.